Eho, hey-ho, szerusztok! Ebben a videóból székely vicceket fogok mesélni, és hogy egyéb dolgotok nincsen, csak a két fületeket kihegyezni, és hallgatni már, ezt erősen nem kell figyelni. Mesélni fogok. Kezdetben 22 viccet hoztam el nektek, és aztán, ha még van nektek egy székely viccetek, akkor írjátok le kommentbe, és lehet, hogy a legjobbakból fog kialakulni a következő ilyen videó. Pista azt mondja Aaronnak, hogy hallod-e te Aaron, komám, neked mi volt a legkeményebb, legveszélyesebb verekedésed egy balba? Ne is mondjad, Pistu, komám. Egyszer voltam remetén egy olyan balba, hogy akkora verekedés volt, hogy másnap és még az ortopédián betonkeverővel kavarták a gipszet. Egy Kovászna megyei kicsi falucskába már 2 hete -20 fok körül jár az időjárás. Egyik nap egy rekord -29 fokot mér a kihelyezett meteorológiai masina. Na hát egy tévéstáb feles hívja a polgármestert, hogy mégis érdeklődjenek a megváltozott körülményekről. Azt mondja a polgármester, hogy hát fogas az idő, az tényleg tény, de itt ilyenek szoktak lenni a telek. Áramunk van, vízünk nem fagyott el, a néptanásnál van pluszban fa, ha valakinek esetleg kell tudunk adni, nincsen baj. És akkor a riporter megkérdi, hogy hát de milyen rendkívüli intézkedéseket hajtottak végre az idő alatt, amióta ilyen hidegek vannak. A polgármester csak ekél-mekél nem érti, hogy mi a kérdés. Azt mondja a riporter, hogy arra gondolok, hogy mik azok a dolgok, milyen döntések születtek, amik eltérnek a megszokottól. És erre azt mondja a polgármester, jó, ha éjjára bejöhet a kutya. Székely gazda legélteti a tehányait. Oda mehez egy turista, s megkérdezi. Legélnek a tehenek? Azok a szép fehérek, igen. És a szürkék? Azok is. Tejálnak is? Hát ott azok a szép fehérek, igen. És a szürkék? Azok is. Mondja, miért említi mindig legelőre a fehér teheneket? Mert azok az enyimék. És a szürkék? Hát azok is. Rendőr az öreg székelyhez. Azonnal vigye a járdáról el a tehányait, hát az a gyalogosoknak van. Há ménu, ájszi a tehányaim nem gyalog vannak. Háromszék legidősebb ember a János bácsi 100 esztendős. Felkeresik a riporterek, s na hogy van János bácsi, s mint van, s azt mondja az öreg, fiam, hát olyan erőben vagyok, mint mikor 20 éves voltam. Hát egyen mosolyog a riporter, s azt mondja, hát én ezt nem hiszem a János bácsát. Azért mégis, na az idő már náltá, nem úgy van az. Azt mondja az öreg, na ne félj, akkor én bebizonyítom neked. Látod, ott a kár sorkába átulasztott a nagy-nagy követ. Na, azt 20 esztendős koromban se bírtam fel, és most se bírom fel. Következik egy igaz vicc. Két székely Gyulafehérváron, az ortodox és a római katolikus templom előtt áldingálnak, s nézelődnek. Aztán egyszer Áron megszólal, hogy tábe. Én úgy látom, hogy az ortodox templom a románoké magasabb, mint a műegyházunk temploma. Igen, nagyobb, már tudnak a miénkénél nagyobbat, magasabbat építeni, de régábbit nem. Hát ez valahogy így van, kérem szépen. Talán ára mondják, hogy minden viccnek fele való. Két koma jó megrészegedik, és másnap esmény találkoznak, ha hol máshol, hát a bodegába. Épp a reggeli köptetőt nyelik, és azt mondja az egyik a másiknak, hogy na, az este mi volt, aztán cseppet meg macskántunk, jól hazaértél, és azt mondja a másik, igen. Amúgy is lógott már a fogon. Tudod, komám, erős nehéz feleségnek valót kapni. Ma lány az vónas kerülne, de akárhányat eddig szerket álltam, egy se tetszett idesanyámnak. Egyet kivéve. Azt erősen kedváltást szerette, mert a szakajztott olyan volt, mint ő. Nos, hát akkor mi lett? Hát de az pedig idesapámnak nem tetszett. Cseppet a csáv időkbe kalandozunk vissza a kommunizmus idejébe. A román párt elhatározza, hogy Ceausescu-nak szobrokot állít, hát és az elsőt a székelyeknél Székelyföldön kell felemelni, felállítani, hogy azért lássák, hogy ki az úr az országba, ugyeba. Ceauba beütezik áruhába, s elvegyül a tömeg között az avatón. És meg is szólít egy székely harisnyás bácsikát. Tata, hogy tetszik a szobor? Van két nagy hibája, fiam. S mi lenne az? Kérdezi Ceausescu. Hát az, hogy nem jól áll a bicska hátába, azt mondja Ceausescu. Hát de hát öreg,
Hát nincs ez bicska a hátába. No, hát ez a második nagy hiba. Megjelenik egy Székelyfaluba a tévéstáb? Már úgy hallották, hogy él ott egy 120 esztendős öreg bácsi. Akkor megkeresik, leültetik, és kezdik kérdezni, hogy na hát bácsi, hát meséljál, hogy 120 esztendős maga? Mi a hosszú élet titka? Az öreg belés kezd. Hát tudja, mikor 1918-ban bejöttek a romák, ez beszól a riporter, hogy jó, tudjuk, nem kell most politizálni, nem kell így úgy, minket csak az érdekel, hogy tudott ilyen szép kort elérni, és mi nem látszik magam. 18-ban, mikor bejöttek a bácsi, azt mondtam, nem fontos, csak a lényeget mondja. De hát azt akarom elmondani, maga ökör, csak nem arás szóhoz jutni. Tehát mikor 18-ban bejöttek ide a faluba a románok, akkor oda tettek egy mondva csinált analfabéta jegyzőt. Na, Ajszé az írtál a születési dátumomat. Te Pesto, nálatok felé poppoltam át neki? Nem, Mózsi. Nálunk a pop kün marad. Pista bá motorozik Zetelakától Varság felé. Fájn egy második világháborús orosz páncélsisak. És a gátnál megállítsa egy polic. Figyelj, ez a bukósisak nem jó. Nem jó-e? Moszkvától Berlinig jó volt? Zetevárójáról Orságig nem jó? Beül a székely bukurásba, egy korcsomába. Rándel egy rövidet se sört. Egyszer csak leül mellé egy pasi. Uram, én egy közvélemény kutató cégnek dolgozok, megengedi, hogy feltegyek egy néhány kérdést magának. Tegyen! Ön, amint most látom, iszik egy páleszt és egy sört kísérőnek. Igen. Milyen gyakran iszik alkoholhoz alkoholt? Hát úgy naponta 5-6-szor. Tudta maga azt, hogy naponta 10 bukaresti hal meg alkohol hatásai miatt? Kit érdekel? Én Szeredai vagyok. Behívják Áront a román adóhivatalba, leül a padras, közben beszélgetett egy emberrel. Na sóra és kerüls, azt kérdi tőle az adóellenőr. Tudja, hogy miért hivattuk be? Azért, mert maga évek óta egy lejadót se fizetett, és mégis jól lét. Miből? Azt mondja Áron, fogadásból. Na ne szórakozzon velem, abból nem lehet megélni. Dehogy nem. Fogadjunk 50 lájba, hogy az egyik szemem már meg tudom nézni a másikot. Gondolja az adó ellenőr, hogy hát az ügyes lehetetlen, hát ez belé menne a fogadásba. Áron kiveszi az üvegszemét, megnézi vele a másikot, visszateszi. Savanyúképpen az ellenőr odaadja az 50 lájst neki. Azt mondja Áron, most fogadjunk 100 lájba arra, hogy a saját fogaimmal megharapom a seggemet. Az ellenőr már erősen gyanakszik, de vissza akarja nyárni tőle az 50 lájst, és azt mondja, hogy akkor legyen. Áron kikapja a protézisát, megharapja vele a saját seggét, visszatesz. Ki van erősen kálva a képiből áramán az ellenőr, fél van pörcölködve. Ás se győzött, meg azt mondja. Így szól Áron. Na akkor fogadjunk 200 lájba, hogy át tudok a maga fején pesélni. Fél csillannak a szemei az ellenőnek, biztos, hogy ezt nem tudja megcsinálni Áron. Bali menj a fogadásba. Áron elikapja a szérszámát, és ügyesen lepisálja az ellenőrt. Azt sem nem tudott átvizálni a fáján felett. Én nyertem ide a 200 lájt. Maga 50 láj veszteséggel zárt Áron. Lassai fogadásból nem lehet megélni. Azt mondja Áron, azt maga csak gondolja. Látja azt az elébb azt az embert, amelyik már le volt a műlve, mielőtt beivatott maga idás. Én ott aval beszélgettem. Látom. Na én aval az elébb fogadtam 1000 lájba, hogy én ma levizelek egy román adó ellenét. Szürkünyedben Jenő erősen dörömböli az öreg locsibának az ablakja. Lajosba, nem látott te errefelé egy gyökörcsordát? Nagy rákat és mérgás hangon az öreg már szunyókát fejkás megszól. Mi a fia? Ejszel lemaradtál! Áron vagy 20 esztendeje nem ölelte meg az asszont. De most erősen szorongos. Furcsája és az asszon se mondja, hogy rég volt már, hogy így szorítottál magadhoz. Erre megszól a Áron. Hát most a teljesen szeretetből van, csak látom, hogy a medve letörte a kártyát, és erigél erre felé. Két székely reggel óta együtt halásznak. Már a nap menegett nyugovóra, nagy csend van, egyszer egyik kifog egy nagy pontyot. De nagy hatalmas nagy ponty volt. Egy szó sincsen, nagy csendbe beleteszi a haltartóba, újra bédobja, leül, kicsi csend, aztán megszól a nagy alaposom. Na,
megvan a második. Csodálkozik a másik széke. Há hogy hé, hát mikor fogtad az elsőt? Hát úgy vagy 5 éve. Három székely asszony esze beszélgetnek, hogy elég a férfi uralomból otthon, most aztán a sarkikra állnak, egy hét múlva találkoznak. Na, melyen volt? Hát én hazamentem, mondtam Karcsinak, mától őt akarj. Na másodnap nem láttam semmit, másodnap se semmit, hát egyszer nézem harmadnak, úgy sepergált minden szakad esze. Ez igen, s nálad mi volt? Én hazamentem, és mondtam, hogy Jóska, mától én nem főzök. Első nap nem láttam semmit, második nap se láttam semmit. Aztán harmadik nap mámán úgy kezdtem egy kicsit a jobb szemem már látogatni. De csak egy kicsit. Hajnal van, két székely künn a réten kaszálnak, és beszélik a világ dolgait, és azt mondja az egy. Láttam már, mocsó világot élünk te. Hát lassan-lassan oda jutunk, hogy kezdik engedni, hogy két fehér nép összeházasodja. Arra a másik azt mondja, hagyj béki. Legalább megtudják, hogy milyen esmikó feleséged van. Az egyik székely faluból Bálintba erősen szereti a sütőtököt. Mire megsült a tök, arra Bálintba pont meghalt. Este virasztó van, és a felesége így sírassa. Hey, Bálindom, Bálindom, tököd az asztalon, te meg a nyújtópadon. Ábel udvarol. Lelkem, mondta én már neked valaki, hogy te vagy a legszebb a világon. Még nem. Sájtettem is. Székelyt igazoltassa a rendőr. Hogy hiát maga? Szabó Áron, Y nélkül. De hát ebben nincs es Y. Hát mi? Én nem ezt mondtam. Józsi bácsi, mit csinál, nem tud elaludni? Hát számolom a bárányokat lelkén, de volt már olyan es, hogy a csobányal is elbeszélgettem. Köszönöm szépen a figyelmet, ezek lettek volna az én székely vicceim. Hát, volt amelyik viccesebb volt, volt amelyik kevésbé, emberfüggő. Remélem jó szórakoztatok. Ha így van, várom kommentbe az észrevételeket, visszajelzéseket. Én Mr. Old Giant, az Csabika voltam. Ez volt az új év első videója, találkozunk a következőben, ami egy kérdezfelelek lesz. Lent a komment szekcióban ott a link, azon keresztül tudtok még kérdéseket feltenni. Tyuklál-udlál mindenkinek! Szerusztok!